Két erdélyi és hét magyarországi csapat részvételével zajlik majd a jégkorong MOL Liga következő kiírása. Az érsekújváriak visszalépése miatt 9 csapat, Miskolc, Dunaújváros, Újpest, Debrecen, Ferencváros, Budapesti meg Fehérvár, Brassó és Csíkszereda szerepelhet a következő MOL Ligában. Bár a MOL Liga elnökségének ülésén a Román Szövetség új elnöke is részt vett, a Steaua és a Galac egyelőre nem indulhat. Az ok egyszerű, június 19-én lejárt a nevezési határidő. A MOL Liga várhatóan szeptemberben rajtol. Konstancán rendezik a labdarúgó román szuperkupa döntőt. A hazai szakszövetség sürgősségi bizottsága a helyszínen biztosította a klubok képviselőit, hogy a stadiont és környékét a jövő szerdai mérkőzésig megfelelő állapotba hozzák. A bajnok Steaua és az ezüstérmes marosvásárhelyi ASEA összecsapására július 8-án 21 órai kezdettel kerül sor. 17 csapat 115 kerékpárosa vág neki az idei szebeni kerékpáros körversenynek. Románia legkeményebb versenyén a csíkszeredai Tusnád Cycling Team is rajthoz áll. A városi prológgal veszi kezdetét ma este a szebeni kerékpáros körverseny, amelyen prokontinentális és kontinentális csapatok is részt vesznek. A kerekesek között vannak olyanok is, akik nemrég az olasz körversenyen tekertek, így az elmúlt évek talán legkeményebb versenyét szervezik Szebenben. A Tusnád Cycling Team célkitűzése a tisztes helytállás, és egyéniben Artem Topcsányuk ukrán versenyzőtől számítanak jobb eredményre. Szeben kör az ugye nagyon-nagyon erős verseny lesz, az idén még erősebb, mint a tavaly, és ezt a hegyi csapatok fogják eldönteni. Ez most, hogy mennyire fogunk tudni, mi ugye Artemre számítunk, és hogy mennyire tudjuk segíteni, hogy ő mennyire fog tudni elsők között, első 5-be, 10-be feljönni, az akkori pillanatnyi formájától fog függni. A prológot Szeben óvárosában tartják, ahol egy 2,5 kilométeres pályán tekernek majd a versenyzők. Holnap egy 224 kilométeres Szeben, 100 megyes Szeben közötti szakasz vár a sportolókra.